kereszténység legalapvetőbb titka a Szent Háromság. Egyetlen Istenben három személy él, akik egymással tökéletesen egyek, és mégis önálló személyek. Hogyan érthetjük meg ezt a hit titkot? Miért háromságos az Isten? Először is. Megérthető a titok. Azt hiszem nem. Ha megérthető volna, már is nem lenne titok. Titok ez a javából, és mégis sok-sok nemzedék tapasztalatán nyugszik ez. Arról van szó, hogy ahogy az Istent megismerjük. Atya, fiú, szent lélek. Amikor a teremtésről beszél a szentírás, akkor azt mondja, Isten a kreátor, a teremtő. Amikor a teremtés történetet olvasuk a szentírásba, akkor nem riportot olvasunk. Még csak nem is természettudományos beszámolód. Egy vallomást. Vallomást arról, hogy ez a világ úgy, ahogy van, nem egyszerűen ide lökött világ, itt felejtett világ, ez bizony az Isten világa aminek megvannak a sajátságos törvényszerűségei. Például gondolok arra, evolúció vagy teremtés. Mi azt mondjuk, hogy teremtés persze, de a teremtésben is benne van a fejlődés. A teremtési sor végén ott van az ember, a férfi és a nő, a titokzatos két lény, akik mégiscsak egyek, mint ember. Aztán ott van az Isten teremtő rendje, a ritmusa, az, hogy a hetedik napon megpihenni, a nyugalom napját megtartani. Hát a női szervezet mutatja leginkább ezt a ciklikusságot. Ez az Isten teremtési rendje, ez az életnek a természetes Istentől való rendje, tehát ez, amit a teremtő Isten ad. Aztán jön a bűneset. Amikor mi történik? Nem egyszerűen gyümölcslopás, hanem szembeszegül is az Istennel. Nem jó úgy, ahogy ő mondja. Majd mi. Majd mi megmutatjuk. És és azóta, a bűneset óta, tudjuk, az ember vágyódik vissza a paradicsomba. Mire gondolok? Arra, hogy szépet álmodik. Hogy álmodik arról, hogy boldog lesz. Álmodik arról, hogy egyszer minden rendbe jön. Nem lesz semmi gondja. Ha valakinek kétségei volnának ezek fel az álmok felől, lapozza fel a népmeséket. És abban az idilli öröm a végén minden jóra fordul érzését látja, egyre másra. És persze magunkon is észrevehetjük ezt az érzést. Ki az, aki boldoggá tesz? És Jézus azt mondja, boldogok akik. És elmondja a nyolc boldogságot, és aztán még egy pár helyűt olvasunk a boldogságokról, ami másfajta, mint ahogy mi elgondoljuk. Nem a gondtalanság, nem a mindent pozitívan megoldó és mindent betöltő jóság jön, hanem bizony a húsvér ember életében olyan felelősséget jelenít meg, ami az ember életéhez hozzá kapcsolódik. Aztán hadd mondjam még, hogy a Szent Háromság titka, a Szent Lélek jön. Jön, mint lélek, mint pneuma, mint zúgó szél. Meggyőz arról, hogy az Isten van. Úgyis, mint teremtő, úgyis, mint Jézusban megváltó, és úgyis, mint a hitünk felül hitetlen szívünket meggyőző személy. Saját életünkben hogyan érezhetjük ezt a Szent Háromságos életet? Én nem hiszem, hogy, hogy, az ember úgy tudatosan tudna azt, hogy na most Szent Háromság Istenben hiszek természetesen, de hogy ez mondjuk így hittanilag vagy teológiailag elkülönülne. Gondoljunk arra, hogyan imádkozunk, kit szólítunk meg, az Úr Jézust, az Atyát, kettejüket, hármójukat, végül is mindegy. Én azt gondolom, hogy a teoretikus, nagyon elvű fejtegetések ellenében sokkal inkább az az érdekes, hogy van-e, volt-e, és hát lesz-e Isten élményünk. Mégis miért különböztetjük meg a három szemét? A megkülönböztetésnek igazából praktikus okai vannak. Hogyan lehet elmondani azt, hogy eljön a megváltó? Akkor jön el, hogyha elő van készítve az útja a kiválasztott nép életében és történelmében. Hogyan mondhatjuk el azt, hogy nincs itt Jézus a világban, és mégis itt van? Hát úgy, hogy a lélek hozza, a lélek győzi meg a szívünket. És mindaz, ami van, az anyagi valóság, hát az valamilyen uton módon az Isten kezenyomát viseli saját magán. És tessék arra gondolni, hogy minden élő szervezet önmagában csoda. Egy kis szúnyog élete is csoda. Ha arra gondolok, hogy nagyszerű tudósok, nagyszerű, jól felszerelt laboratóriumokban képtelenek egy bonyolultabb életet előállítani, hát akkor azt kell mondanom, hogy bizony, egy, egy nagyon egyszerű élő szervezet is, az Isten titka, csodája. Tudnunk kell azt, hogy ki az, akire egész személyiségünkkel ráhagyatkozunk. Hogy ő atya, mennyei édesapa, az Úr Jézus egészen egyértelműen így mondja, a mi atyánkat is így tanítja, hogy mennyei édesapánk, így kellene igazából egészen szabatosan mai magyarra fordítani. Tehát ő az, aki, aki a támasz, az erő. Aztán jön a fiú Isten, aki közel hozza a mennyei atyát. Ő nem csak Jahve, nem a seregek ura, a távoli félelmetes Isten, hanem Jézusban megmutatja azt az arcát, amely a legnagyobb szeretetet hozza. És a Szent Lélek. a Szent Lélek az, aki Jézust bennünk is megfogadja, mint egykor Máriában. Azaz, amikor a szívemben Jézust magamhoz közel érzem, akkor barátom, testvérem akkor vele társalgok. Észrevétlen, így történik az imádság. A Szent Háromság most, bocsánat, nagyon profán leszek, nem pázli játék, hogy most összerakjuk, és akkor kijön belőle valami. A gyerekeknek hittanórán próbálom a legnehezebbeket megmagyarázni, persze nem sikerül, de mégis egy kicsit, hogy közelítsünk a dologhoz. Kicsoda az édesapát, hát az apukám, és ő micsoda a gyárban. Hát ő a ő a csoportvezető. Van főnöke? Igen. Van beosztottja? Van. Most beosztott? Főnök? Hát ez is, meg az is. És a nagypapához képest? Hát a fia. Hozzád képest az édesapa. Ugyanaz, csak a viszonylatokban, a kapcsolati minőségekben mutatkozik különbség. És valahol ezt a titkot így próbálom megérteni, az Isten mindig egy, oszthatatlan, természetéből fakadóan. És mégis mindig megőrzi a titokzatosságát, meg, lebbent időnként a titokról a fátylat, és egyszerűen csak az történik, hogy közel érzem őt magamhoz. Jézus leghőbb vágya volt a kölcsönös szeretet, az egység megvalósulása, mondja a János Evangélium. Ez az egyház és minden keresztény közösségnek a célja kellene, hogy legyen. De feltetjük a kérdést, hogy mettől meddig terjednek egy közösségnek, vagy a közösségnek a határai. Hogyan értelmezhető az egység mai világunkban, amikor egyre több különböző csoportosulás vagy közösség jön létre, olyan közösségek is, akik az egyház megújulásáért nem az egyházban akarnak dolgozni, és az egységért? Hát ez aztán egy nagyon komoly kérdés volt erre. Akarnék válaszolni, akkor több műsor is kellene hozzá, sok-sok műsoridővel. Az ökumené lényegéről van szó. Arról, hogy van-e a világban egység, a keresztények között lesz-e egység, ha van, akkor milyen az egység úgy gondolom, hogy az egység nyomon követhető. Mert ahol Jézus Krisztust úrnak mondják, az természetszerűleg egy testvéri fonalat jelent, egy, egy olyan összekötő kapcsolat, hogy mindegy római katolikus, református, evangélikus, és mondhatom a többi felekezetet. A döntő az, hogy Jézusban egyek vagyunk. Hogy a keresztséget elfogadjuk, mint szentséget. Hogy elfogadjuk azt, hogy a Szent Lélek bennünk hitet, és közöttünk Anya Szent Egyházat teremt. Ezért én azt mondom, hogy hány egyház van? Egy egyház van. A Krisztus test, a nagy világ amelynek természetesen tagjai vagyunk, akármelyik felekezetben is éljünk. Én úgy látom és úgy tapasztalom, hogy hogy az az egység, amiről sok ember gondolkodik, hogy uniformizált, mondjuk mint az ENSZ, hogy beletagolódik mindenki, és aztán lesz egy főtitkár, vagy egy közös vezetés, pápa és pápa mellett valaki, ez, ez nagyon távoli. Ez utópiának tűnik számomra. Az viszont, hogy a Krisztus szeretetét megélni, kisugározni a világba, ez már egy sokkal inkább és valóságosan megjeleníthető egység a szervezeti különbözőségek megmaradnak. És gondoljon arra, hogy családok, családok berendezése, berendezkedése, hagyománya is mind-mind különbözők. Nem lehet azt mondani, hogy csak az az igazi család, amelyik ilyen, olyan, olyan. Hangsúlyeltolódások vannak. Ez sem baj. Olyanak próbálom én ezt elgondolni, mint egy csokorvirágot, amiben nagyon sokféle szín, nagyon sokféle forma van, és ami úgy egybe kötve, egy csokorba kötve, Krisztusba integrálva és Krisztusból kinőve jelenik meg a világban. Tehát számomra igazából azt jelenti az egység, hogy az Isten titkát megéljük szolgáló szeretettel, és ezzel próbálunk a világnak hasznára lenni.